Good morning, DSM. Jó reggelt, DSM, gondolom ezt nem kell fordítani. I am so delighted to see so many of you are here this morning. Nagyon örül, hogy ilyen szép a vidám arcokat lát ezen a reggelen itt. And today is a Saturday morning. Most szombat reggel van. You should be out there enjoy your great sunshine for the summer sunshine. A jó időt kellene élveznünk valahol a tengerparton. But you're here. Try to gain more knowledge. De eljöttünk, hogy minél többet tudjunk meg a Ganoderma-ról. And this is a good credit for you because you care for your health. És ez egy jó kezdés nektek, mert hogy törődtök az egészségetekkel. Give yourself a big applause. Akkor tapsoljuk meg magunkat, hogy milyen jók vagyunk. I've been practicing Ganoterapy for 14 years. Tehát 14 évvel gyakorlom a ganoterápia természetgyógyász ágazatát. And of course, before I came to Spain about a week ago. Egy héttel ezelőtt, héttel a spanyolország útunk előtt. I was invited to chair the question and answers section. Tehát itt pedig a kérdések-válaszok szekciójának a vezetője voltam. And I just casually looked through my emails. És megnéztem az e-mailjeimet. And I noticed for the last 6 years I have accumulated 15,000 questions on Ganodra. És a szemügyre vettem a kérdéseket egy héttel ezelőtt, és akkor vettem észre, hogy 15,000 kérdést kaptam így a 14 év alatt összesen. So it is my pleasure to be here to share my experience with you. És ez nagy öröm számomra, hogy ezt a nagy tapasztalatot megoszthatom veletek. Of course, today I confidently share with you DXN Ganoterapy is a preventive science. Tehát most szeretném megosztani veletek a ganoterápiának a megelőzésre vonatkozó részét. When you talk about prevention, amikor a megelőzésről beszélünk, you must know the cause of the health problems. Tudnunk kell a egészségünknek az árát, az egészségügyi problémák árát. Have you ever give yourself a good thought? Valaha gondoltatok erre? Végig gondoltátok ezt? We are born with good health. Ugye jó egészségben születtünk meg, tehát egészségesen születtünk meg. Why our health status is going down? Miért van az, hogy ahogy növünk, úgy csökken ez az egészségállapotunk, úgy jutunk előre a betegség felé. And in the past, In the past, people believe doctors should be able or they could treat diseases with medications. Régebben azt hitték, hogy a meditációval lehet gyógyítani a betegségeket. But today people are more knowledgeable. De most már az emberek jobban értenek a dologhoz. You can manage your own health. Most a saját betegség, egészségünket tudjuk kezelni, védeni, óvni. And if you manage your health properly, és hogyha ezt jól tesszük, most of us are able to achieve a good health status at the golden age. Hogyha ezt jól tesszük, tehát jól figyelünk az egészségünkre, akkor időskorunkra is meg tudjuk tartani jó egészségünket. We need to understand one thing. De egy dolgot meg kell értenünk. Health span needs to be maintained on a daily basis. Naponta kell gondolnunk az egészségünkre, foglalkoznunk vele. When you have a good health span, amikor jó egészségnek örvendünk, then we will have longevity. Akkor jó, hosszú életkort várhatunk. So what are the causes of health problems today? Why are we getting sick? Mi az oka annak, hogy ilyen sok beteg ember van manapság? Miért betegszünk meg? The common diseases like cancer, A gyakran előforduló betegségek, mint a rák, illetve a magas vérnyomás. Diabetes and kidney problems. A cukorbetegség és a vese problémák. They are on the rise. Emelkednek rendesen. And of course the major killer today. A legfőbb gyilkosunk manapság. Is either cardiovascular disease or cancer. A szívérendszeri betegségek, vagy pedig a daganatos betegségek, rák. And however, the common problems today. Habár ezek a leggyakrabban előforduló problémák manapság. Is inflammatory disease. A gyulladásos betegségek. When there is no, when the doctor cannot find cause. Az orvos nem tudja megtalálni a gyulladásokat. They will classify them as
autoimmune disease. Igen, hát ezt tudjuk, hogy amikor nem tudják az okát, akkor azt mondják, hogy az autoimmun betegség. Like psoriasis, eczema. Mind a psoriázis vagy az ekcéma. Rheumatoid arthritis. Vagy a különböző ízületi gyulladások, artrózisok. Eszma. Aszma. Multiple sclerosis. És a szklerózis multiplex. So have you ever give yourself a good thought why all these problems is among our family? Gondoltunk vala arra, hogy nézzük meg, hogy a családunkban milyen hasonló betegségek vannak. And of course among our community. És milyen, hogyan tudnánk ezt kezelni? And it affect people all over the world. És tovább lépvén az összes embert a Földön, hogyan tudnánk kezelni ezzel. And this is our open secret. Ez a betegség. The toxins. Ugye az első fő ok a betegségeknek, azok a méreganyagok. Pesticides on the crops. A különböző növényvédőszerek, illetve permetszerek. And we are serving our family on the dining table every day with the food we toxins. Hát ez gyakorlatilag minden nap az asztalunkon vannak ezek a mérgezett zöldséggyümölcsök. In the past, you can wash off the pesticides on the surface of the skin of the fruit. Ugye a régi szép időkben le tudtuk ezt mosni a gyümölcsnek a bőréről, héjáról. But today, the pesticides penetrated to the cells of the crops, and you can't wash it off. Na, ugye mostanában a vegyipar fejlődik, és mostanában behatol a méreganyag a héján keresztül a zöldség vagy gyümölcsbe, és azért nem tudjuk lemosni. Magyarul benne van, és megesszük. The second problem is commercial fertilizers. Of course, the farmers, they want a good yield, so they use commercial fertilizers to increase their yield. A műtrágyák, az a nagyon sok műtrágyát használnak manapság, hogy minél több terméket kapjunk. However, this is going to cause problem. Ez viszont sok problémát okoz. Because it affects the content of the micronutrients. Mert ez a mikro elemeknek a mennyiségét befolyásolja a különböző termékekben. And of course, with pesticides and commercial fertilizers, it can cause contamination of the underground water. Tehát ez a vízbe belemosódik, ugyanúgy a permetszeretve a műtrágya is, ami szintén hat ránk. So our water is polluted. A talajvíz által. Úgyhogy ez a helyzet. And with the air pollution. Aztán jön a légszennyezés. So all these toxins are attacking our body on a daily basis. Tehát ezek a mérgek minden nap támadnak bennünket, minden nap ki vagyunk nekik téve. In the past, I have seen many lung cancers among the men with smoking. Régebben a tüdő problémák azok a dohányzóknál voltak jellemzők. But today, women who are not smokers, they have lung cancer. De mostanában sok olyan hölgy is van, meg hát férfi is nyilván, aki nem dohányzik és mégis tüdőrákot kap. Why? Miért van ez? The toxins come from air pollution. Igen, tehát ugye a levegővel is rengeteg méreganyagot szívunk be. And not only that, the ladies are busy in the kitchen, they are preparing nice food for the family, and the fumes from cooking is polluting their lungs. És hát ráadásul még ugye a hölgyek szoktak főzni naponta ugye a konyhába, és ez a sokfajta gőz, ami az ételből jön, az is szennyezi a tüdejüket. Képzeljük el, mi lehet akkor az ételben. So lung cancer among women is on the rise. Sajnos ez az oka annak, hogy a hölgyek körében a tüdő rákhoz emelkedőben van. What about the hidden toxins you don't see? És mi van azokkal a méreganyagokkal, amiket nem tudunk látni, nem látunk? Of course, the daily routine that we have is taking our shower, or we have a good bathtub. Tehát ugye a mindennapi tevékenységünk során zuhanyozunk, fürdünk, úgy vízbe. Do you know the water contains a lot of chlorine? Ugye tudjuk azt, hogy a víz az klórral telített, ugye azzal feltöltlenítik. The chlorination in the water can penetrate to our skin and cause a lot of problems like inflammation. Tehát ugye a klóra be tud hatolni a bőrünkbe és különböző gyulladásokat tud okozni. However, you will get you will install a nice water filter for drinking. Bizonyára sokunk már föl is szerelt vízszűrőt a csapra, és akkor azt iszza a szűrt vizet. But you may drink 8 to 10 glasses of clean water. Ugye 8-10 pohár tiszta vizet iszunk naponta. What about the rest of the water to washing your shower and your swimming?
the chlorine that penetrate through your skin. Ugye az összes többi esedő, a klór az behatol a bőrünkbe, a zuhanyozásra, az úszásra, a fürdés során, vagy ahol mosunk valamit, akkor ugye érintkezünk a csapvízzel. Of course the water treatment in Europe is very good. Ugye Európában viszonylag jó a víz tisztítás, szűrés, kezelés. We can even drink the water through the tank. Meg tudjuk inni a csapvizet. Más helyeken nem jellemző ez. However, have you give yourself a good thought during the transportation of the water from the dam to your home? Gondoltunk-e arra, hogy a tárolóhelyiségről, mondjuk a víztoronytól hozzánk hogyan jut el a víz? The piping system. Ugye ez a ivóvízcsőrendszeren keresztül. Especially in the hot weather and winter, you have expansion and constriction. Ugye ezt állandóan bővítik, javítják, eltörik, újra javítják, és hát így megsérül gyakran. The piping of the water can leach a lot of heavy metals. Így aztán nagyon sok nehéz fém szennyezést kaphat a víz, ugye a csőrendszerből. What about in a comfortable home with lighting, TV, computer and mobile phones? És akkor hogy működik egy modern otthon, ugye mindenünk van, mobiltelefonunk, világításunk, bent van az elektromosság. The radiation is destroying our cells on a daily basis. Ebből ugye kapunk egy jó nagy adag sugárzást, ami szintén roncsolja a sejtjeinket. And the food containers. És különböző élelemtartók. A lot of food containers, they claim that it's safe to put in the microwave. Sok olyan tartó van, élelmiszertartó, amit ugye úgy hirdetnek, hogy bele lehet tenni közvetlenül a mikrohullámú sütőbe. But how safe are they when you put them under high temperature? Na de akkor milyen biztonságos lehet ez magas hőmérsékleten? In another scenario, I find that there are a lot of people tend to drink plastic bottle mineral waters. Igen, hát amit most is láthatunk az asztalon, sok ember issza a műanyag, illetve műanyag flakonokban lévő vizet. Mineral waters in the plastic container. Tehát ilyen műanyag flakonban lévő víz. If you expose to the sun, it can release toxins. Ugye ezt süti a nap, a boltban, a raktárban, bárhol, és így méreganyagot vesz fel. And of course in the home we put them in the refrigerator. Utána beteszik a hűtőbe. Again, this can cause the leaching of the toxins into our drinking water. Tehát így kerül a sok méreganyag a ivóvízünkbe. So we tend to overlook a lot of toxins that is attacking our body on a daily basis. Tehát túl vagyunk terhelve a különböző méreganyagokkal, ami gyakorlatilag állandóan ér bennünket. The other hidden toxins. A más rejtett mérgek. The biscuits on the shelves and cakes on the shelves. Tehát különböző ilyen, én úgy szoktam mondani, hogy ilyen színes celofánba csomagolt rágicsák, ugye azt látjuk itt a képen is, a mindenféle kétszersültek, sütemények, édességek. When you bake your cake or your biscuit in the home, hogyha ezt otthon sütünk süteményt, after two days they become moldy. Akkor már két nap múlva kidobjuk már, hogy why all those biscuits and cakes on the shelf can last? One year, two years? És úgy lehet az, hogy akkor az ilyen becsomagolt különböző édességek az több évig is jók maradnak a polcon. Because they contain preservatives. Világos módon tartósítószert tartalmaznak. And we pick up every one of them and feed our loved ones, especially our children. És ugye ezt a gyerekeink eszik elsősorban, és ez is egy méreganyagforrás. Another example is the fruit juice. A másik jó példa a különböző gyümölcslevek. I've seen a lot of these bottles, they claim that it's 100% fruit juice. Igen, hát olvashatjuk majdnem mindegyiken, hogy 100% gyümölcslé. But if it's fruit juice in your bottle, you can't last. De ha ez így lenne, akkor nyilván ez megrólana, tehát nem áll el olyan sokáig. So the fruit juice had to go through a process. Tehát valamilyen processzuson, folyamaton megy keresztül, hogy megőrizze a minőségét sokáig. Although it's 100% orange juice. Habár 100%-ig mondjuk narancslé. The manufacturer go to the process of dehydration. Különböző lehűtési, különböző hőkezelésnek teszik ezt ki. They remove the water content. És kivonják belőle a vizet, víztartalmat, nedvességet. Of course, during the dehydration, a lot of enzymes
is lost. Tehát a vízelvonásnál az enzimek elpusztulnak. When they rehydrate the juice by adding water. Hogyha ezt újra vízet töltünk rá, tehát hidratáljuk. Of course the manufacturer will make it tasty. Ezt ugye finom ízűre alakítják a gyártók, hogy jó íze legyen. They will add some sweeteners. És ezért beletesznek mindenféle édesítőt, különböző ízanyagokat. And flavoring. És hát ilyen ízanyag. So we are drinking all these claim to be 100% natural fruit juice on the daily. Igen, szóval ez az, amit úgy 100%-os gyümölcsének neveznek naponta, és az emberek többsége ezt el is hiszi. What about other processed food? És akkor mi a helyzet a többi feldolgozott ételekkel? Contains a lot of not only coloring, preservatives, trans fats. Tehát különböző színezőanyagokat, tartósítószereket, transzsírokat tartalmaznak. And the meat we are consuming. És a hús, amit megeszünk. Problems like antibiotics. Különböző antibiotikumokkal kezelik ugye az állatokat. Hormones. Meg hormonokkal is. So there is no safe food on our dining table. Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nincs az asztalunkon biztonságos, egészséges étel. Another problem is we are good at cooking. Ugye a másik probléma ez a hőkezelés, túlzott hőkezelt ételek. Of course, cooked food tend to be more tasty. A megfőzött ételek azok finomabbak. But during the cooking process, de a főzés folyamata alatt we are destroying the enzymes. Elpusztulnak az enzimek. Enzymes is life in ourselves. Az enzimek egy élet bennünk, az életet adják bennünk. We actually our cells can produce 5000 types of enzymes. Egyébként a testünk 5000 különböző fajta enzimet képes előállítani. But because due to our the way we eat. De annak a tulajdonítatlan, hogyan táplálkozunk. And the toxins. És a méreganyagoknak miatt. We are losing our enzymes on the daily. Gyakorlatilag egyre kevesebb enzimet fogyasztunk, és egyre kevesebb enzim van a testünkben. Without enzymes, a különböző enzimek. Transportation of the blood will be affected. A különböző szállítás az befolyásolja. Detoxification will be affected. A különböző méreganyagok befolyásolják. Cells, organ and systemic function will be affected. Tehát az egész sejt, szerv és szervrendszert befolyásolja ez a And this is one of the reasons why we get sick. És ez az oka annak, hogy így megbetegszünk. Ez betegséget okoz. Another factor is we tend to eat less green food. A másik ok az, hogy kevés friss zöld ételt fogyasztunk. In fact, we are almost 3 weeks in Europe. Mi three weeks. Tehát 3 hétig vagyunk most Európában. Yeah, we haven't really enjoyed green leafy vegetables. És az a 3 hét alatt sehol se kaptunk igazi friss zöld cséget, zöldeket. The green vegetables we get is for garnishing. Tehát azokat a zöldségeket, amiket fogyasztottunk, ezek mind kísérők, tehát ilyen ételek, ilyen. And of course William and I will fight for the small portion of the green. És akkor itt küzdelmet folytattunk a fiammal a zöldségekért. Kérje el előbb a tányéron. So there is a scenario lack of green food in Europe. Tehát ez a helyzet, hogy egyre csökken a friss zöld étel Európában, mennyiség Európában. But that is not the problem in Europe. De hát nem ez a nagy probléma Európában. In other parts of the world, más szegleteibe a világnak. Example in Malaysia. Például Maláziában. We have varieties of green food. Sok green fruit van. Now. És most. In a family, you don't have to teach a child to eat meat. És akkor nem kell megtanítani a gyerekeket, hogy húst tegyenek a családban. But as a Maláziában. Mother, mint egy anya. A child to take green vegetable is difficult. De az, hogy megtanítsam a gyereket, hogy zöldséget tegyen, az bonyolult. A húsat azt rögtön megeszi. So we always train our child when they're small. The first thing we teach them is to eat green vegetables. Tehát ez az első dolog, amit a gyerek nevelés során kell tennünk Malajziába, hogy megtanítsuk a gyerekeket, hogy minél több zöldséget tegyenek. No green vegetables, no meat. A kettő együtt megy csak, tehát hogyha nem eszel zöldséget, akkor nem esz hús sem, mondják Malajziába. That is a training I try to get across to everyone. És ezt javasolja mindenkinek, hogy a gyerekeket így neveljük, hogy hús az csak zöldséggel legyen. Why green is so important? Miért is fontos ez, hogy sok zöldséget tegyünk? Green
contains a wide spectrum of vitamins. Hát a zöldségek, a vitaminok széles spektrumát tartalmazzák. Especially the B group vitamins. A különböző B vitaminokat. The chlorophyll. A chlorophyllt. Of course, all most of the important elements or minerals. És az összes fontos ásványanyagot. So, ask yourself, you have been serving your family with good food. Are you serving a balanced diet? Akkor most kicsit tekintsük magunkba, hogy vajon mennyire egészséges ételt adunk a családunknak, hogyan alakul a mi étrendünk az asztalon, mi teszünk. You look at this healthy eating pattern. Most látjuk, hogy mi a egészséges étkezési mód. The bottom part is the most important task you need to do in your daily activities. Most ugye láthatjuk ezt az étkezési piramist, ugye itt az legalul a legfontosabb az a minden a fizikai tevékenység, a mozgás, munka, fizikai munka. Exercise is very important. Nagyon fontos a különböző gyakorlat, fizikai tevékenység. And I do exercise every morning from 7 to 8 o'clock. I go to the park with my husband. Én magam 7-8-ig tornázom, tehát valamilyen fizikai tevékenységet végzek. I've been practicing for 14 years. És ezt már 14 éve így teszem. And may I ask how many of you do exercise every day? És akkor most szeretném kérdezni, hogy ti mennyit, mit mozogtok naponta? Vajon van olyan, aki minden nap tornázik? Please put over here. Kezeket föl, aki tornázik, kérem, emelje fel a kezét. Tapsoljuk meg őket, mert megérdemlik. For those who do not do exercise, akik nem tornáznak, I will tell you why you need to exercise later. Akkor neki később elmondom, hogy miért kell. Of course, again, you look at the pyramid. Ugye megnéztük, hogy mit teszünk. You can follow the food pyramid very strictly. És akkor ez a food piramis, itt megvan, hogy mit, hogyan kell lenni, milyen mennyiségben, ezt szigorúan kell követnünk. However, you're still unable to get the complete nutrient from this food pyramid. De az a baj, hogy ebből a teljes tápanyagokat nem tudjuk megkapni. So therefore the researcher put two little things at the side that is multivitamins. És ezért ugye aki rajzolta ezt a piramist, oda tett egy érdekes kis flakonkát, és oda írva, hogy multivitamin doboz. The multivitamins is essential to replace the nutrients you lack of on your dining table. Ugye ez azért van, mert a elfogyasztott ételben már nincs meg az összes vitamin, nyomellen tápanyag, enzim, amit nekünk fogyasztanunk kell, és de ez viszont megvan ezekben a különböző multivitaminokban. Ezért kell fogyasztanunk, mert már nincs benne az ételben. May I ask you a question? Can you take multivitamins in long-term basis? Megkérdeztetem, hogy multivitaminokat hosszú távon szedhetünk-e? Example of vitamin C. Például a C-vitamint. If you take in long-term basis, it can cause side effects. Hogyha ezt hosszú távon fogyasztjuk, akkor bizony mellékhatásokkal kell számolnunk. Burden to the liver, burden to the kidneys. Ugye a vese, a máj és egyéb területeken ez felhalmozódhat. And you can see another supplement that they encourage you to take a little cup of wine. Egy másik kiegészítő, ez a bor, ugye ott van egy pohár bor. Why they put a little cup of wine for you? És akkor miért tettem oda ezt a pohár bort nektek, mit gondoltok? Well, maybe you drink a little cup of wine, it will improve your blood circulation. Ez azért van, mert ez meg segíti, indítja a vérkeringésünket. But wine contains alcohol. De mint tudjuk, alkoholt is tartalmaz a bor. Although you're taking a little, in long term it can cause side effects. Hogyha még a kicsit is fogyasztunk, akkor hosszú távon ennek lehetnek mellékhatásai. The alcohol can destroy your liver. Ugye, mint tudjuk, az alkohol az a májat igénybe veszi. So what is the solution? Hát akkor mi is legyen, mi lehet a megoldás erre a problémára? I've been trying to get this across to people all walks of life and people all over the world. Mit tudunk ajánlani mindenkinek minden időben, hogy tudjuk helyettesíteni ezeket az ebben elmondott dolgokat, amik mellékhatásokat okoznak? You can have a good diet. Jó étkezésünk lehet, étrendünk lehet. But you don't have enough micronutrients. De nem biztos, hogy ebben megvan minden mikrotápanyag. You need a supplement. És ezért van szükség kiegészítőkre, táplálékiegészítőkre. Use your wisdom wisely.
Úgyhogy ezt bölcsen kell megválasztanunk. The supplement has to be a wholesome food that can be taken on the daily basis in long term without side effects. Ugye azt várjuk ezektől a táplálékegészítőkhöz, hogy hosszú távon szedhessük ezt mindenféle mellékhatás nélkül. So of course we have a better product to replace the wine. Akkor valamit ki kell találnunk a bor helyettesítésére. The best product to improve blood circulation without side effects. A legjobb termék, ami megjavítja a vérkeringésünket a különböző mellékhatások nélkül. Is Morinzi, which contains noni juice and roselle. Tehát a Morinzi és a rosella, ugye ezt ajánlhatjuk akkor az alkesz barátainknak, hogy helyettesítsük. It improve your blood circulation. Ez megjavítja szintén a vérkeringésüket. And it make your blood vessel elastic. És rugalmasra teszi az érfalakat. And of course, cordipine is one of the best because it balances the pH, make your blood less sticky. És a cordipine az egyik legjobb, mert a vér sűrűségét csökkenti. So actually, you are what you eat. Hát végül is kijelenthetjük azt, hogy azok vagyunk, amit megeszünk. So you want to be healthy or sick is your choice. Hát bizony, keserű igazság, hogy az, hogy egészségesek vagy betegek leszünk, az rajtunk áll, a mi választásunk. Ideally we should be taking more alkaline food. Ideális esetben minél több lúgosító ételt kell fogyasztanunk. 50% on your dining plate should be alkaline food. Tehát legalább fele az lúgosító étel kell legyen az elfogyasztott ételeknek. You can have a little bit of carbohydrate or grains. Lehet különböző szénhidrát vagy zöld. And 20% of animal protein. És különböző állateri eredetű fehérje. But today look at our dining table. Na most nézzük meg mit is eszünk manapság. It's the other way around. Gyakorlatilag pont a másik ellenkezőjét fogyasztjuk, mint annak, amit elmondtam. So not only we are lack of nutrients. We are actually have poor eating habits. Tehát azon túl, hogy nincs meg az elfogyasztott ételben a megfelelő táplálékmennyiség, ráadásul a étkezési szokásaink is rosszak. Especially irregular time of eating habits. Nem eszünk meghatározott időkben, nem rendszertelenül eszünk. You don't eat according to your meal time. Ugye ez attól, ahogy ideális esetben megfelelő időben kellene ennünk. And of course, when you're hungry, you tend to eat too much. És hogyha megéhezünk, ugye ismerjük ezt, hogy munka közben nem eszünk, ha hazamegyünk, akkor pedig ránkönöz a farkasét vagy effektus, és rengeteget tudunk enni. So when you eat too much, ha túl sokat eszünk, it's going to cause a lot of problem in our digestive system. Akkor ez sok problémát okoz az emésztőrendszerünkben. Not only that, we eat too fast. És ráadásul ezt túl gyorsan is fogyasztjuk el. You don't chew your food, you swallow. Tehát nem rágjuk meg az ételt, mielőtt lenyelnénk. And problem starts in your guts. És utána ez a probléma tovább kerül a tápcsatornánkba, a belegbe. So what are the poor digestive health? Mik ezek a különböző gyenge emésztési tünetek, szokások? Problem like leaky gut? Tehát ez a úgynevezett áteresztő bélszindróma az, ami terjedőben van manapság. Your lack of enzymes. Ez az enzimhiány is szerepet játszik ebben. And you have intestinal flora imbalance. A bélflóránk az nem ideális, tehát a ideális esetből kimozdult. So, what is our digestive system? Akkor milyen is a mi emésztőrendszerünk? And the digestive system start from your mouth to the anus. Tehát ugye ez a tápcsatorna a szájnál kezdődik és a végbélnyílásnál végződik. Itt szépen láthatjuk ezt az ábrát, végigkövethetjük. Don't forget the important accessory digestive organ. Ne felejtsük el a kiegészítő emésztő szerveket. Ugye itt a májat látjuk most így a kurzoron. There's a liver, gallbladder. És aztán van egy epehólyag is, a máj epehólyag. And our pancreas. És a hasnyálmirigy. Do you know digestive system is one of the most important organ in our body? Ugye a emésztőszervek a legfontosabbak a testünkben. And
the God has been claimed that it is the second brain of a body. Ugye úgy büszkélkedhet a bélrendszer, hogy a test második agya. So 80% of the health problems starts with our guts. Tehát a problémák 80%-a a bélből indul ki, halál a bélben lakozik, ismerjük ezt a régi mondást. So what is flora imbalance? Mi is ez a bélflóra? Nem megfelelő bélflóra. You should have more friendly flora. Ideális esetben sokkal több jó bélbaktérium kell legyen, mint rossz. Then ártó. Bad bacteria. Tehát mind ezek az ártó baktériumok. So if you don't take care of your guts, tehát hogyha ezt nem hozzuk rendbe a beleinkben, you will have this flora imbalance. Akkor kialakul egy rossz bélflóra, tehát amiben a rossz bélbaktériumok vannak többségben. And you know the importance of friendly bacteria. És tudnunk kell a fontosságát a jó bélbaktériumoknak. Not only they produce good vitamins for you. Nem csak jó vitaminokat állítanak elő nekünk. They help you to fight infection. De a fertőzésekkel is felveszik a harcot, mármint a bélflóra. And one of the example is Helicobacter bacteria. Erre jó példa Helicobacter baktérium. So this is very important to maintain your good intestinal health. Tehát ez fontos az, hogy a jó bél egészségünket megőrizzük. And this is a very common scenario among most of us, the leaky gut. Ez az úgynevezett áteresztő bélszindróma nagyon jellemző manapság. Why do we have leaky gut? Miért alakult ez ki vajon? Now, I have told you we eat a lot of toxins. Az előbb mondtam, hogy túl sok méreganyagot fogyasztunk el. The stress. A stressz is ráadásul jelen van mindig. And there are a lot of food that cause inflammation. És sok gyulladás keltő étel is van. And one of them is your milk and dairy products. Tehát ezek közül a legnagyobb rudás a tej, illetve a tejtermékek. So when you take your milk or dairy products, tehát amikor megisszuk a napi tejadagunkat, vagy a különböző tejterméket elfogyasztjuk, you can tolerate it. Ez úgy eltűri a testünk. You may think it's good. I can tolerate dairy products. És akkor azt gondoljuk, hogy oké, minden rendben van, mert meg tudjuk ezt emészteni, és nem okoz gondot. For those who cannot tolerate, azok, akik ezt nem tudja, a testük nem tudja eltűrni, megemészteni ezeket a tejtermékeket, they present with diarrhea. Akkor ezek felhalmozódnak a szervezetben. Then you will take precaution, you will avoid your milk. És akkor el kell kerülni a különböző tejtermékeket és tejivást. But worst of all is you are able to tolerate milk. De a kevesen tudják ezt jól megemészteni. The low grade inflammation is in your intestine on a daily basis. Tehát a különböző gyulladások azok terhelik a beleinket. Without symptoms. Minden nap. Ezek ugye a méreganyagok miatt vannak. So chronic inflammation occurs in your intestinal lining. Tehát az a krónikus gyulladás a bél falban, a bél hátján vannak elsősorban. It will destroy your villi. És akkor ezek meg elpusztítják a különböző bél bolyokat. And the villi is an important gate to protect you from those unnecessary toxins that go into your blood circulation. És ezek a bolyócskák azok, amik megakadályozzák, hogy a méreganyagok behatoljanak a bélfalon keresztül a véráramba. But when you have leaky gut, de hogyha ez áteresztővé válik, egy lyuk válik, egy lyukak lesznek ezen a bélboly rendszeren. The protection barrier is not there anymore. Hát akkor úgy át lehet járni, mint a magyar szerb határ, tehát így jönnek be az illegális betolakodók. I'm happy you crack some jokes, huh? I don't know where you fall asleep. Yeah, we have a migration from Serbia and I just compared the two things. Okay. So, when the gut is, the villi is open. Tehát amikor kinyílik ez a bélboly kapu. Toxins, undigested food. Akkor különböző méreganyagok, emésztetlen étel juthat a véráramba. Even some bad bacteria. Sőt, még rossz baktériumok is. It will go through the protection layer. És akkor ez a védő rétegen, ugye ez a nyálka, a hártya, azon keresztül át tudnak menni. Especially the glutens.
a különböző gluténok. It can cause a lot of immune reactions in your body. És emiatt rengeteg immunreakció lép fel a testünkben. So when you have immune reaction in your body. És hogyha különböző immunreakciók lépnek fel a testben. It's just like, what is the role of the policeman? Akkor nézzük meg, hogy mi is a rendőröknek a dolga. Your policeman is catching the bad people. Ugye a rendőrök fülön csípik a csintalan embereket, akik rosszvá tesznek a tűzre. But in autoimmune disease, the policeman is catching good people. De az autoimmun betegség esetén a rendőrök a tisztességes embereket kezdik el kapni. That means your immune system is destroying your own body. Ez azt jelenti, hogy az immunrendszerünk saját magunk ellen fordul, tehát a saját egészséges sejtjeinket semmisíti meg. So most of the autoimmune disease, like thyroid problems? Tehát a különböző autoimmun betegségek, mint például a pajzsmirigy betegségek. In the intestine, like Crohn disease? A Crohn betegség a vastagbélben. Celiac disease? A különböző más betegségek. Kidney problem? A vese betegségek. Arthritis? A különböző ízületi gyulladások. Allergies and asthma? A különböző allergiák és aszmák. And all these are autoimmune diseases. Ezek mind autoimmun betegségek. There's nothing much the doctor can do. Ezzel gyakorlatilag semmit nem tud kezdeni az orvos. The most is the doctor give you some medication to tame down your immune system. Amit az orvos csinál, hogy a gyógyszert ad, ami csökkenti az immunrendszerünk hatékonyságát, tehát gyengíti azt. But when you take steroid in long term, de hogyha szteroidokat fogyasztunk hosszú távon, we have a lot of problems. Akkor ez sok problémát okoz. Suppress your immune system? Ahogy ez elnyomja az immunrendszerünket. You may prone to infection? Különböző fertőzések alakulhatnak ki. And in long term, you may even get cancer. Sőt, még rákot is okozhat. So for autoimmune disease, tehát így az autoimmune betegségeknél. Most importantly, we need to balance our immune system. Tehát a legelső feladat az, hogy kiegyensúlyozzuk az immunrendszerünk működését az autoimmune betegségek esetében. So your immune system, the policeman will know only to catch bad people, not the good people. Tehát újra meg kell tanítani a rendőrt, hogy a rossz embereket, rossz fiúkat csípje föl, ne pedig a jókat. So when the immune system can recognize self and non-self. Tehát, hogy meg tudja különböztetni ezt a kettőt. Then your immune system will not attack itself. Akkor így jó fog működni. You will automatically your body, the especially for example psoriasis. Ilyen például a psoriázist vegyük szemügyre, vagy a pikesömöt. It will just heal by itself. Ez magától meggyógyul, hogyha kiegyensúlyozzuk az immunrendszerünket. So what are the digestive problems? I'd like to just give you some examples. Vegyük szemügyre az emésztési problémákat néhány példával. Especially this gastroesophageal reflux. Kezdjük a refluxot, hogy ez a savas felbüfögés. But why we have a lot of reflux, especially in European countries? Miért is van itt Európában ilyen sok ilyen betegség? So actually, is caused by our daily eating habits. Ez a napi étkezési szokásunk miatt van. We eat too much. Túl sokat eszünk. And we drink alcohol. És fogyasztunk alkoholt is rendesen. Too much carbonated drinks. Sok széndioxidos italt fogyasztunk, szénsavas italt. And smoking. És dohányzunk. And the problem today, people don't chew their food properly. Hát ma másik általános probléma, hogy nem rágjuk meg az ételt. Ugye hány fogunk van, annyiszor kellene. Rágni. Can you imagine when you don't chew your food, the whole chunk of meat that go to your stomach is unable to mix with the stomach acid properly. Tehát például, hogyha veszünk egy falat húst és azt nem rágjuk össze, és csak úgy lányáljuk, akkor képzeljük el, hogy a gyomorsavba nem tudja ezt megemészteni, nem tudja átjárni azt. Of course, the undigested food become acidic toxins. Hát, ahogy lenni szokott, ezek a meg nem emésztett ételdarabkák, ezek savas méreganyagot alkotnak. When they go to your, of course, in long term, it causes a lot of inflammation. Így aztán nagyon sok gyulladás is kialakul a szervezetben. And remember, before you go to bed. És emlékezzünk, rendőr. Sure your stomach is empty. Hogy amikor étkezünk, üres legyen a gyomrunk. So what is the best time to have dinner? Úgyhogy melyik a legjobb fajta
Maybe you call it supper. Lehet, hogy a vacsora az, ami a jó étkezés. Have your dinner early, 6 to 7 o'clock. A vacsora, tehát 5 és 6 óra körül vacsorázunk. So by the time you go to bed at 10 o'clock, 11 o'clock, your stomach is empty. Tehát, hogyha már 10-kor fekszünk le, akkor üres legyen a gyomrunk. Tehát, ha lefekszünk, üres gyomorral tegyük ezt, az azt jelenti, hogy 5-6 óra körül vacsorázunk. Naturally, you are able to solve your reflux problems. És ez megoldja a refluxos problémát. Of course, being obese. A elhízás is komoly probléma. It's also one of the factors contributes to reflux. Ami szintén összefügg a reflux-ra. This reflux, you have to look into it and stop it. As early as possible. Tehát amilyen gyorsan csak lehet, meg kell állítsuk ezt a problémát, illetve meg kell kikegyógyulnunk ebből a refluxból. The acid reflux can burn the lower part of the esophageal region. Ugye ezek a savas felbefögések fel tudják marni ezt a nyelőcsövet. The chronic inflammation at that region, it can cause cancer. Hát az itt kialakuló krónikus gyulladás az rákot okozhat. So other problem like celiac disease. A másik probléma ez a gluténérzé vagy lisztérzékenység. When you're allergic to gluten, hogyha allergiásak vagyunk a lisztre, gluténra, your immune system will destroy the villi. És akkor ez ugye a bélbolyókat bizony elpusztítja. Most of the people will try to avoid gluten for life. Tehát a legtöbb embernek ugye ezt nem is kellene fogyasztani a élete során. But although you can avoid gluten, de hogyha elkerüljük a gluténfogyasztást, you look at the state of the villi in celiac disease patients, akkor megnézhetjük a bélbolyók állapotát ebben az esetben. All the villi has been flattened. És akkor ezek így lelapulnak. So whatever they eat, they are unable to absorb the micronutrients. Tehát, hogyha ilyen lelapult állapotban vannak, akkor nem tudják megemészteni a mikro tápanyagokat. So eventually they have other complications. Így aztán más komplikációk lépnek fel. Other problems like ulcerative colitis. A különböző vastagbélgyulladások léphetnek fel. Due to the problem I said you don't digest your food properly. Ez a megemésztetlen étel miatt van nagy részt. And the acidic toxins is one of the factors that contribute to ulcers in the intestine. És az ilyen savas méreganyagok okozzák ezeket a gyulladásokat, fekélyeket a bélben. And the Crohn disease. A Crohn betegséget illetően. Which is an inflammatory bowel disease. Ez egy gyulladásos bélbetegség. So when you have autoimmune disease. Tehát ha van egy autoimmune betegségünk. Your immune system will come and attack your this intestine lining. És akkor ezt a bél falat meg támadják. And it affects mostly your lower part of your small intestine. És így egyre gyengébben működik működnek a beleink, és egyre keskenyebb lesz. It can also affect the upper part of the colon. És ez a felső részét is megtámadhatja a vastagbélnek. Can you imagine when the chronic inflammation affect your absorption of nutrients? Képzeljük el, hogyha egy krónikus gyulladás alakul ki a bélrendszerünkben. Now we make a comparison. What is the difference between Crohn disease and ulcerative colitis? Hasonlítsuk össze, mi a különbség a Crohn betegség és a lisztérzékenység között. The Crohn disease you can see affect the whole layer of the intestine. A Crohn betegség a bélnek a teljes felületét megtámadja. The whole area is inflamed, is thickened, and are unable to absorb the nutrients properly. Így aztán nem tudja a szegény belünk felszívni a tápanyagokat. And of course, the other one is ulcer. You can have bleedings. A másik része pedig az, hogy különböző fekélyek alakulhatnak ki, amik vérezhetnek. And the ulcerative colitis is affected at the lower part of the colon. Ugye ez a fekélyes bélgyulladás, ez pedig a vastagbélnek az alsó szakaszát támadja meg. So most of the patients will present with bleeding or blood in the stool. És akkor különböző betegek alanyagok jutnak a véráramba. Okay. So the next one I will touch on constipation. Ez a székrekedés a következő téma, amiről beszélek. Do you go to toilet on a daily basis? Mentek vajon WC-re naponta? Van székletetek naponta?
Yes, I can see everyone nod your head. Yes. How many times do you go to toilet? Ugye hányszor megyünk? One time? Egyszer? Actually, once a day is not enough. Egyébként egy az nem elég naponta. Because we eat so many meals a day. Mert hogy nagyon többször eszünk naponta. So by right we should go to toilet two times, three times, or four times, depends on how many meals you are taking. Tehát gyakorlatilag annyiszor kellene vécére mennünk, ahányszor érkezünk, tehát kétszer vagy háromszor naponta. But if you have got chronic constipation. De van akinek krónikus székrekedése van. Every time you go to toilet, you strain yourself. Hát aki ilyen állapotban megy vécére, az megerőlteti magát, hogy állandóan a rekeszizomban nyomja a veleket. You can end up with hemorrhoids. És így kialakulhatnak különböző aranyerek, igen, tehát aranyeres daganatok, daganatszerűségek. Okay. Other problems like diverticulitis? Következő, ugye ez a vastagbél előrebótosulás, ez a különböző... Due to the lack of fiber in our diet. Ugye ez amiatt van, hogy kevés a rostanyag a méregben. Form your stool properly. Nem tudjuk megrágni a méreg, a ételt. And the small clumps of the stool that have pressure on the inner lining of the colon. Az esetben a székletnek a kis csomói azok benyomódnak a bélfalba. And cause pouches in the intestine. Ilyen különböző zsebecskéket, üregecskéket alkotnak a bélfalba. When it's inflamed, ez begyullad. You have pain and a lot of symptoms. És fájdalmat és egyéb tüneteket okoz. And then the polyps in the colon. Hát kialakulhat bélpolip is. What is the cause of the polyps? Ez egy ilyen kis polippocska, I egy ilyen kis csüngő valami. You go for removal of polyps and it comes back. Úgyhogy ezt néha kiveszik, de azt visszanő aztán. Actually, polyps come from the undigested food, the acidic food that causes in your intestine. Egyébként ez a megemészetlen étel okozza a bélben ennek a polipnek a kialakulását. And if you don't take care, ha nem figyelünk erre, we are at risk of colorectal cancer. Hát akkor végbél rák veszélynek vagyunk kitéve. Okay. Time for coffee? Szünet? Coffee time!